Karcsi kis testvére. Yeah, boy! Sziasztok és üdvözlök titeket! Titeket! A következő hashtag SlimeTime videóban itt a Jánosi Gergő csatornán, ahol ne felejtjétek el minden egyes nap. 18 órakor valami királyságos új videó van, tehát érdemes feliratkozni, ha te még nem tetted meg. A mai napon már nagyon-nagyon sokatok által kért dolgot fogjuk elvégezni, megcsinálni. Ugye Karcsi levele. Ugye előző videó, ahol megkérdeztelek titeket, hogy mi legyen a Karcsi a kacsa slime-ba, ha te még nem láttad ezt a videót, akkor csekkold le. Úgyhogy olvassunk is bele a komment szekcióba, hogy miket írtatok ti, hogy legyen a Karcsi a kacsa slime. Karcsi slime-ra szerintem legyen átlátszó, és legyen benne abból a kékes átlátszó slime-ból, meg lehet benne valami sárgás, meg a... tele kéne rakni ilyen mindenféle csillám darabokkal. Isten tudom, ilyesmi legyen, te vagy a legjobb videó... Köszönöm szépen, srácok, ti vagytok a legjobbak, ezt mindig elmondom nektek, de komolyan, tényleg. Slime legyen, egy kis kacsa, legyen sárga vagy kék slime. Továbbá, egyébként Karcsi a kacsa slime legyen sárga, ilyen vízigolyók és kék slime. Karcsi a kacsa, fehér ragasztó, borotva hab, jágerkék csillám vagy glitter, sárga csík szín. Csak nem tudok olvasni. Na, szóval mindenki azt írja, itt van kék bolti slime plusz kék kapott slime, fehér gyöngy, valami buborék, sárga karcsi a kacsa, sárga slime karcsi a kacsa alakban. Hú, az elég bonyolult lenne. Karcsi a kacsa, gumi buborék, sárga festék, minden slime a glitter kriskacsák. Úgyhogy, én ezeket már elolvastam nagy részét, mielőtt elkezdtem ezt a videót, és szereztem pár cuccot itthonról. És van itt egy meglepim. Egy mini karcsi a kacsa, ezt az egyik nézőmtől kaptam. Amúgy több kis kacsát kaptam, úgyhogy köszönöm szépen, nagyon-nagyon cuki. Őt fogjuk felhasználni a slime-hoz, ő fog úszni a tetején. Na most, ugye én azt terveztem is, hogy ti is kértitek, hogy legyen benne kész slime, és legyen benne készített slime, ugye ezzel ötvözvén azokat a dolgokat, amiket mi nagyon szeretünk, a kész bolti slime-okat, meg a saját házi slime-okat. Itt van az én kedvenc slime-om, meg ez is, amúgy azt el akartam mondani, hogy sokan vágják a fejemhez, hogy ó, hát ez a slime-os dolog, miért csinálsz ennyi slime-os videót? Azért, mert én imádom a slime-okat. Tehát aki ismeri és mondjuk nap mint nap beszél velem vagy lát, az tudja, hogy ezek a slime-ok mindig itt vannak mellettem, és én tényleg játszok velük. Videóvágás közben például szoktam az egyik kezembe vagy itt az asztalon nyomogatni. Na, de nem ez a lényege, hanem itt van az én kedvenc slime-jaim, itt vannak. Hoztam ilyen labdákat, ez lesz mondjuk a kavics a tóba. Itt van egy tubus ragasztó, meg készítünk is. Itt van egy tőletek kapott slime, ez például a Rebekától van. Itt van egy sima bolti... Ma mindent elejtek. Ilyen narancsárga slime, ugye ez a karcsinak a csőrére hasonlít. Vannak itt ilyen csillám glitterök, és majd még rakhatunk bele glittert, ha szeretnénk, de... Szerintem nem kell, mert ebbe alapból van glitter. Úgyhogy ezt fogjuk ma megcsinálni, srácok. Ha velünk szeretnél tartani, akkor veress egy lájkot, ha jó ötletnek tartod ezt a slime-ot. Ugye ezt nagy részt írtátok, ezeket az ötleteket írtátok, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. És hát akkor szerintem váltsunk is kameranézetet, és csináljuk meg a slime-ot. Most már térjem vissza a Karcsi, mert vannak híreim. Tehát ugye volt a saját Insta oldal, megtörtént, ha még nem követted. Itt van, kövess be. Saját póló videós boltban lesz, srácok, limitáltba is, csak póló és pulcsi, na, hogy már minden legyen Karcsinak a kacsának, lesz Karcsi a kacsás cucc, tehát aki igazi Karcsi a kacsa rajongó, az most be tud szerezni magának majd egy pólót és egy pulcsit, amint kijön, lesz róla külön videó, ne aggódjatok, hamarosan nagyon jól fog kinézni, plusz az MC Shopba is lesz új mintám Gamer Gergő néven, de titok, hamarosan nyugodjatok meg. Készítsekem egy saját slime-ot, most ennél a lépésnél tartunk, és utána már csak egy lépés van. Csinálj egy videót csak gumikacsákról, úgyhogy most már Karcsinak nagyon vissza kell jönnie, mert majdnem minden lépést teljesítettünk. Na, váltsunk kis képernyőt, akkor már mint hogy kamerálás, rakd fel a kezed és fordítsd! Na, akkor itt is vannak nagyrészt a hozzávalók a mai slime-hoz, vagyis hát majdnem hozzávalók igazából, hogy pakoljam ide nektek, hogy lássátok, amiket nagyrészt fogunk használni, de azért még használtunk mást is, tehát így néz ki. Wow, milyen jól néz ki ez a kis kacsa ott. Ezeket én akkor most ide is tolom. Ez sima Tomi mosószer, ne ijesszem meg titeket a kinézete. Kezdjük is a házi készítésű slime-mal, az lesz az alján. Mit szóltok hozzá? Sima nebuló ragasztóból. Nem is kell sok, mert egy többféle slime is lesz benne, ne is minek is raknánk bele olyan rengeteget. Let's go, Karcsi a kacsa slime. Jó, hogyha a ragasztó benne van, keverjünk bele, ezt szerintem, hát keverjünk bele egy kevés ilyet.
De tényleg keveset, nem akarom nagyon eltúlózni benne. Amúgy ezek így néznek ki. Mindenféle színes kis dolgok. Kacsa, kacsa szeretné az ilyeneket, mi? Szerintem jó kis slime-ot fog neki összehozni. Nem kell ebből sok. Még egyszer mondom, ez csak éppen, hogy a kedvéért tegyük bele, jó? És akkor jöhetnek bele a labdák. Ebből is csak keveset. Na, és már szétszóródik. Úgy nézzétek meg. Tényleg, mint a kavics lenne. Nagyon menő. Mert ezt még a tetejére is szórunk. Jó? Nem is gondoltam, amikor ezt megvettem. Jaj! Úgy rossz hangja van. Ah! Hogy erre jó lesz. Itt vannak az alján, és akkor jöhet is a mosószerünk, és csináljuk meg ezt a slime-ot. Szép kék lesz, ugye ezért használunk ilyen mosószert, és akkor jön a slime-osítás, hashtag slime time, és már slime-osodik is a slime-ok. Slime-osodik is a slime-ok, és szép kék lesz. Ugye, mint a kedvenc slime-om, ez az én kedvenc slime-om, ugye ezt használtam már, ez a bolti karcsi, a kacsa slime, ugye a pesgő slime-nál csináltuk, talán új évkor, vagy nem, amikor meglett az 50 000 követő instán, talán akkor csináltuk. Na, egy nagyon-nagyon hasonló slime-ot fogunk most készíteni. Na, most már van olyan állapotban, hogy kézzel is gyurkázhatjuk egy picit, sőt, jobb is ilyenkor kézzel átgyúrni, hogy így szét tudjuk húzogatni, hogy mindenhova eljusson bele a mosószer, és akkor esetleg még ha kell, szerintem ehhez kell lesz még egy picike. Ahogy milyen jól néz ki, ez ilyen játékos slime-nak mondhatni, hogy ilyen kis színes, ilyen kis kék vannak benne, egy kis kavics darabkák, tehát ez így pont jó szerintem, nagyon ide illik, témához illőre sikeredett ezzel a díszítéssel csinálni. Ugye, mint látjátok, ez még egy picikét ragad, úgyhogy annyit csinálunk, hogy itt van benne. Csak szent a kezemtől pont nem látjátok. Feltöröljük. Újra egy kicsit összegyúrjuk, újra feltöröljük. Ezt ugye a lapáttal elég nehéz, amúgy jó hangja van. Amúgy nagyon-nagyon sokan szeretitek az ASMR-t. Tényleg, amikor csinálok azokról a videót, mindig jártok, hogy de én nagyon szeretem őket, Gergő, ne bántsd őket. Na, srácok, ez szerintem totális sikernek néz ki. Jó kis slime, szép, pont ilyen kis vízszínűnek mondhatni, nem? Ezt nézzétek. Jó lett. Jó lett, hogyha ez ide megy is bele az aljára, hagyjuk, hogy kicsit szétfoljon. Ez lesz az alja a slime-unknak, mondom, remélem. Na, folyjál szét. Nem akar szétfolyni. Írni. Ez lesz az alja a karcsi a kacsa slime-unknak. Itt még van egy-két ilyen. És akkor jöhet a következő lépés. A néző slime, amit Rebekától kaptam. Ebben van rengeteg glitter. Úristenben mennyi glitter van, nézd. Úristen. Rendesen az ujjammal érzem. Azt a glitter mennyiséget, figyeljétek, nagyon-nagyon szép. Úgyhogy ezt így szétnyújtjuk a tetején. Ezt is megpróbálom így kinyújtani. Jó, ez majd szépen mondom, ugye szétfolyik, tehát azt majd a teljes elkészült változatot, amikor egybefolytak a részek, azt majd Instagramon, kukacsonosi Gergő, gyertek, kövessetek, fogom kitenni, meg itt ugye a videó végén is fogjuk látni, meg ha kell YouTube-ra is nagyon szívesen kiteszem, hogy akinek nincs instája. Ezt nézzétek, ideig így néz ki oldalról is. Jó, jöhet, és a következő lépés, akkor én tennék bele egy kis ilyen sárgás, zöldes slime-ot. Teljesen sárga slime-om most sajnos nincsen, de szerintem ez is megteszi, ez amúgy nagyon-nagyon jó slime. Ha ilyet láttok, érdemes szerezni, megmutatom miért. Ezt nézzétek. Ez nekem nagyon-nagyon régóta megvan, és azóta nagyon is jó. Ó, most került bele egy kis kék. Úgyhogy én ebből fogok leszedni most egy kicsike kis darabot. Na itt is van a sárgás zöld rétegünk, de szerintem, oppá, ez még mindig sok. Nem akarom, hogy túlnyomó legyen mindegyik, valamelyik réteg. Úgyhogy így szépen belenyújtjuk. Na hát ez a szépen belenyújtjuk, ez most nagyon nem sikerült. Na, írni. Majd ha Karcsi akarja, de csak ha ő akarja, meg ha ti, akkor összekeverhetjük, de addig nem. És jöhet is a tetejére, szerintem ide most egy kis konfetti, mit szóltok hozzá? Ilyen, de tényleg kevés. Éppen, hogy csak feldobja egy kicsikét.
Így mi. Ide jöhet átlátszó slime, innen a tetejéről, ami teljes mértékben átlátszó. Így mi. Ezt nézzétek, ez is nagyon-nagyon jó slime. Gyönyörű átlátszó. Ugye átlátszó slime-ot házilag hosszú időt csinálni, úgyhogy azt érdemes, hogyha van otthon, akkor azt használni. Így mi. Ez a fedő rétege az alsó dolgoknak, hogy lefogja a glittert. Így néz ki, egyre jobb, egyre jobb. Jó, és akkor most még egy kis narancssárga jöhet rá. Ó, wow. Ezt a slime-ot lehet, hogy videóban nem is próbáltuk. Ez a bolti slime réteg. Wow, tök jó slime. Tadá, ígyni. Na, rárakjuk az egészet. Tudom is, hogy hogy fogjuk, mert már ezután már karcsi jön maga. Úgyhogy ezzel csinálunk neki egy ilyen kis pódiumot. És maga. Karcsi kis testvére. Yeah, boy, elkészült a karcsi, a kacsa slime-unk. Ott úszik a közepébe. És akkor szórunk ide ilyen kis kavics darabkákat, mintha ez egy tengerpart lenne. Wow, szerintem jól sikerült, nem tudom, hogy vagytok vele. Megmutatom nektek közelebbről. Itt van Ni, ott ül a karcsi tesója, és így néz ki az újdonsült karcsi a kacsa slime-unk, aminek sok-sok rétege van. Van benne házi készítésű slime, nézőtől slime, bolti slime, átlátszó bolti slime, glitter, kis darabka, narancssárga slime, konfetti, kis kövek. Szerintem zseniálisan jól néz ki. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, az ötletet, mert ugye tudjátok, hogy ez a ti ötletetek alapján készült, hogy a videó ellen is látszódott. És akkor most már nagyon-nagyon remélem, hogy Karcsi visszatér, érdemes követni a csatornát információkért, mert már csak egy feladat van hátra. Srácok, nyomjatok sok-sok lájkot, hogy minél hamarabb megcsináljuk azt a feladatot. Én ezt itt lezárom. Kicsit Karcsi tesóját jobban belenyomjuk. Itt lesz most a háttérben, hogy Karcsi mindig lássa. Tök menőn néz ki. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, hogy itt voltatok velem, remélem tetszett nektek ez a videó, ne felejtjetek el egy lájkot nyomni és feliratkozni, mert itt napi királyságos videók vannak minden egyes nap 18:00 perckor. Srácok, szerintem jó lett a slime, találkozunk holnap, meg minden egyes nap. Sziasztok!